A magyar hősökre emlékeznek Szentendrén. Első alkalommal szerveztek családi sváb bált Duna Bogdányban. Kezdődik a Dunakanyar Kortárs Zenei Fesztivál Duna Bogdányban. A magyar hősökre emlékeznek Szentendrén. Szentendre város önkormányzata és a Hősi Emlékmű Bizottság is megemlékezik a háborúkban elesett hősökről. A szervezők tisztelettel meghívják az emlékezni kívánókat egy ünnepi koszorúzásra. Az esemény május 26-án vasárnap 11 órakor kezdődik a Bükkös parton a Hősi Emlékműnél. Köszöntőt mond Fülöp Zsolt polgármester, az ünnepi beszédet Márki Miklós alezredes, a Magyar Honvédség Szentendrei Helyőrség támogató parancsnokság parancsnoka mondja el. Közreműködik a Magyar Honvédség Szentendrei Helyőrség támogató parancsnokság katonazenekara is. Első alkalommal szerveztek családi sváb bált Duna Bogdányban. Nagy számban vettek részt gyermekek és felnőttek, sokan népviseletben érkeztek az első gyermeki és családi sváb bálba, a Duna Bogdányi sportcsarnokba. A rendezvény elején Suszter Gergely polgármester köszöntötte a megjelenteket, kiemelte nagy gyerekeket. Elmondta, a délután arra lett kitalálva, hogy a felnőttek a gyerekekkel közösen együtt táncoljanak és mulassanak, és a sváb hagyományokat így adják át a fiatal generációk számára. A polgármester és testvére Suszter Péter is játszik a helyi hagyományőrző zenekarokban. A rendezvényen Suszter Gergely megköszönte bátyjának, hogy segítségére volt a szervezésben. Elmondta, Péter javasolta a magas színvonalon játszó Taksonyi Takserspatzen zenekart, amely az egész rendezvényen szolgáltatta a talpalávalót. A díszítést és a teremberendezését az önkormányzat munkatársai végezték el. A szervezésben is nagy segítséget nyújtottak. A Duna Bogdányi Németekért Alapítvány a büfé üzemeltetését vállalta fel, valamint az iskola és óvoda munkaközössége és a művelődési ház is a rendezvény mellé állt. A Dónaukni Táncgruppe is részt vett a programok szervezésében. A tánccsoport állította fel a táncrendet, és tagjai tanították táncolni a gyerekeket. A polgármesteri köszöntő után a Dónaukni Táncgruppe lendületes tánc bemutatója következett. A felnőttek után a gyerekek, az óvodások és kisiskolások táncoltatása következett. A lépéseket a Dónaukni Táncgruppe vezetője, Bucsánszki Beáta tanította be a gyerekeknek, akik szüleikkel és a táncosokkal egy nagy kört alakítottak. Vita! Ezt követően párba álltak a táncosok, és egy polkát tanultak meg. A következő zeneszámra három vonat alakzatot vettek fel a táncosok. A mozdonyvezetőknél seprő volt, melyet ki kellett kerülniük a táncosoknak. A gyerekek nagyon élvezték a mókás seprűs táncot. Thank you.
a mulatság egy vidám, mozgásos tánccal folytatódott. Ez zárta a tánctanítás első blokkját. A rendezvény folytatásában Schuster Gergely polgármester, a Pink Panthers akrobatikus rock'n'roll táncsport egyesület vezetőit, Falaki Szabolcsot és Móra Esztert hívta a közönség elé. Elmondta, 12 éve tartják edzéseiket Dunabogdányban, igen szép eredménnyel. Az egyesület egyik csoportja, a géppuskalábúak, melynek 6 tagjából 5 dunabogdányi, világkupa győztes lett az április elején Budapesten megrendezett világversenyen. A formáció a Schwabbál közönségének is eltáncolta a győztes koreográfiát. Kötetlen vidám tánc következett ezután, miközben kézműves foglalkozások is színesítették a programot. Majd újabb táncokat tanított a Dónaokni táncgruppe vezetője a résztvevőknek. A bál este 10-kor zárult, gyerekek és felnőttek együtt táncoltak és mulattak az első gyermek és családi svábbálon Dunabogdányban. Kezdődik a Dunakanyar Kortárs Zenei Fesztivál Dunabogdányban. Harmadik alkalommal rendezik meg a rendkívül sikeres és nívós zenei programsorozatot, melynek részeként exkluzív ingyenes koncerteken vehet részt az érdeklődő zeneértő hallgatóság.
A Dunakanyar Kortárszenei Fesztivál szervezői azt szeretnék elérni, hogy a kortárszene megítélése minél inkább pozitív legyen, ne csak a fővárosban, hanem a dunakanyari agglomerációs környezetben is. Ennek jegyében egy kivételes hangzású kamara együttes, az Ensemble des Équilibrés ad koncertet 2024. június 7-én pénteken 18 órakor a Dunabogdányi Művelődési Házban. A kamara együttesben játszó kiváló művészek hegedűn, brácsán, csellón és zongorán szólaltatják meg a darabokat. A francia Ensemble des Équilibrés 2006-os megalakulása óta folyamatosan törekszik a párbeszédre a klasszikus és más zenei területek között. A különböző esztétikai és művészeti elvek összehangolására törekvő francia muzsikusokat Agnès Pica hegedűművész szervezte együttessé. Azóta pedig számos különleges projektet hoztak létre. Ötvözték már japán improvizációs művészettel, vagy algériai klasszikus zenével a nyugati hagyományokat. De együttműködtek többek közt az ismert fado énekesnővel, Krisztina Brankóval is. 2023-ban jelent meg César Franck összes vonós kamaraművét tartalmazó albumuk, emellett magyar zene is szerepel diszkográfiájukban. Nevükhöz fűződik Veres Sándor vonós négyeseinek 2011-es lemezvilágpremierje a Hungaroton kiadásában. Két évvel később pedig Bartók 44 hegedű duóját vette fel Agnès Pica a Talich Quartet első hegedűsével. A kezdeményezésükre létrejött együttműködés eredményeként három magyar és három francia kortárs zeneszerző egy-egy műve hangzik el a koncerten. Egy valódi zenei kuriózumnak számít az, hogy fellép az együttes Dunabogdányban. A program ingyenesen látogatható.